Köszöntök mindenkit, én sok szeretettel. 2021-ben Zalaszentgróton került elő egy házfelújítás során ez a képen látható széf, melyben különféle tárgyak voltak elrejtve, feltehetően 1944-ben a menekülő zsidók a kegytárgyaikat, illetve furcsa módon cipőket rejtettek el benne. Itt látható a képen, hogy milyen állapotban voltak ezek a tárgyak, illetve a következő képen a kegytárgyak. Ezek közül a fémtárgyak kerültek be a Göcsei Múzeum restaurátor műhelyébe. Amint látható, különböző fémkorróziók és egyéb más szennyeződések voltak ezeken a tárgyakon, ezt kellett nekünk eltávolítani és konzerválni a tárgyakat. A különböző szennyeződések és korróziók azok a tárgyaknak a különböző kémiai reakciói által jöttek létre. Az idő rövidsége miatt csak erről a tóravértről beszélnék. Amit látható, ennek a tárgynak az anyaga az rézötvözet, amely ezüstözve lett. Ebből adódóan láthatóak rajta különböző rézkorróziók, illetve a vaskorrózió látható még rajta, amely feltehetően a rozsdás széf miatt került rá. Ezen kívül még itt mikroszkópos felvételen látható, hogy különböző karbonátos szennyeződések voltak a tárgyon. Ez is egy ilyen mikroszkópos felvétel. A tárgyakat első körben desztillált vízzel és puha szűrű kefékkel tisztítottuk, majd ezután jött egy vegyszeres tisztítás, egy enyhe foszforsavas tisztítás. Itt látható a rézkorrózió eltávolítás előtt, illetve miután végeztünk a művelettel, így nézett ki a felület. Ezen kívül, mint említettem, más szennyeződések is voltak a tárgyakon, például vaskorrózió, amely a feliratokba így beleülve vegyszerrel nem volt eltávolítható, ezt mechanikusan kellett. Ezt cserélhető pengéjű orvosi szikével szépen finoman próbáltuk eltávolítani, szintén mikroszkóp alatt, aminek így ez lett az eredménye. Miután a tárgyak tisztítása megtörtént, paraloid B72 acetonos oldatával konzerváltuk a tárgyakat, így megelőzve azt, hogy további korrózió vagy bármi nemű kémiai hatás érje őket, így remélhetőleg az utókornak sokáig fennmaradnak még. Ja, és a végén, hogy így néz ki az elkészült tárgy. Köszönöm szépen!